Na, sziasztok! Répa fű hallgatós nézőknek, aki most kezd elnézni. Szóval, No Man's Sky PS4-ről. Isten igazából a PS4 sert szeretném kipróbálni. Nem tudom, milyen lesz a hang. A géphez adott Sony headsetnek használom a mikrofonját, úgyhogy majd látjuk, hogy mennyire használható vagy nem használható. Egy kicsit a lejátszásnál bele nézek a hangba, egy pillanat. Na, egész jónak tűnik. Szóval, ez van. Csetet látom, mert itt van előttem a gép. Vagyis hát itt ülök a gép mellett, és onnan nézem a játékot. Ugye, aki nem ismerné, a No Man's Sky, ez egy ilyen űr survival játék, gyakorlatilag bolygón kezdesz, meg kell javítani a hajót, és úgy lehet menni tovább menni a bolygók felé, követve egy küldetés sorozatot. Na de, milyen játékok vannak? Van a normál, ugye ez az eredeti. A survival az nem régen jött bele, itt azt mondja, hogy ugye kevesebb nyersanyag, meg erősebb ellenfélek, ugye permadeath egy élet van, a kreatív pedig ez csak az építkező. Na, hát akkor indítsunk egy normált. Egyébként én most ugyanazt látom, amit ti, tehát rá van rakva ez a kis overlay. És leveszem a hangot a picsába izéről, gépről, úgy maradjon be. Aja, dörgött az ég, mint állat, pedig egyébként semmi nincs, süt a nap hét ágra. PS4-nek a hűtése az felszálló fokozatba kapcsol. Ugye nyilván most 4080p-ben a játék, meg még mellettem egy 720p60fps-ben a játék megosztás, úgyhogy... ja. És ahogy nézem, ilyen 3500 kilobittel küldik kifelé a játék. Ezért zabálja ennyire a gépet. Gondolom később azért majd vissza fog venni. De egyébként megmondtam, azt hiszem pont már reggel ment ki a vlog, amiben mondtam, hogy bizony ezt, hát hogy is mondjam, kicsit nyúzni kell a gépet, mert ugye 3 hónap garancia van rá, mivel a 2 hét már eltelt. Tehát ennél jobb nyugzást nem is tudok, mint hogy 1080p-ben játszok rajta, meg mellette 720p60-ban streamelek róla. Elméletileg egyszerre bírja a kettőt. Elméletileg. Be is halt egyébként a játék. Ja, hogy nekem kellett volna nyomni a gombot. Bocsánat, én voltam a bénafa. Nyomni kellett volna a gombot.
3,7 fok van. Hát miért van? Jól van. Damage readers kritikál a sétnyelvben szerint. Ja, fogunk megkérdezni. Jaj, jól fog. Basz. Interact. Amit az nem tudsz. Ja, hogy ez itt a top layer lenni. Iron, Heridium, Carbon. Hát nyilván nem tudom repair-elni, mert nincs hozzá semmi. Jó, hagyjuk. Starship autodiagnostics. Atlas connection, intermission. Nagy thruster, offline engine, offline. Király. Na az a lényeg, hogy azt mondta, hogy egy összetört hajó mellett ébredt föl, csak gondolja, hogy az övé, nincsen semmi emléke, valószínűleg az, hogy lezuhant, ennek következtében, lezuhanás következtében elfelejtett mindent. Na, olvassuk a logot. Log on an exosuit connector. Repair multi-tool. Hát igen, ez legyen a kezdeni. Alaska and Offline. Analysis wizard. Repair sequence. Self-guided protocol. Nem, a production update.
Oké. Okay. És mit kell vele csinálni? Oké. Okay. Hát, hogy balra. Ja, right 2, bocsánat. Mi kell? Karbon kell, 50 karbon kell, értem. Scanner. 50 karbon. Történt az az, hogy megjavítottam egy komponensét megjavítottam ennek a szkennerre. Exotic. Ennyi kell hozzá valószínűleg. Mennyi kell?
Stamina és visszatöltődik, nem? Heridium, Karicsit, Zink. Aha, nagyszerű. Heridium, Karicsit. Exotic kéne azon. Exocraft mining lézer. Jó, és nem elem a szerzel. Mit akarsz? Mining lézerrel ki lehet nyílni, csak az emlékszak. Tudom, hogy a lesz 3-at kéne megnyomni, hogy szkennerben nincs. Kell szerválni ezért. Harmon kellene valami gond. Amelyet
szerintem nem. Azok mondjuk nagyon úgy érznek, de log nagy valószínűséggel karbon kellene. Kell valamit találni, mivel lehet karbon szerelni, mondjuk ez a fa. Ami. Repair. Azt mivel lehet előre tölteni a jetpacket. Éjszaka melegebb volt, mint nappal, az is vicces. Ez jött ki. Mi jött a maximum? Valahol hallott valami. Nagyszerű. Ja, itt van. Lehet szkennelni. Bemegyünk, és akkor elvileg vissza fog állni. Igen. Ott a kis piros csík áll vissza. Faszom.
közelebb jöttem. Beültem a székbe, a földön ülve egy kicsit. Na szóval... Izotóp Elements Charge. Carbon. Erről. Hát... Annyira nem. Kedves verzió az lett volna, hogyha elkezdem a, hogy hívják, ha szétszedni a bányás sugárat, csak az nem tudom mennyire célra vezető. És akkor toljuk össze. Kendelés nem sokáig maradna. Valahol volt cím. Mi kell nekem? Starship. Eridium. És cím. Launch thrusters. Plutonium. Hát nem nagyon. Találni. Carriage heathez biztos, hogy ez kell. Thank you.
kelleni fog. Ez az. Eridium kell még meg cink. Cink a ZM. Valahol az előbb láttam. Jön össze a ruha, és utána lehet tovább menni. Jó. Arra van cink. Prepare Pools Engine, igen, azt csinálom. Ez meg 6 napnak kell. Plutónium. Az előbb már találtam plutóniumot, de... A Signal Boosterhez kell neki a plutónium. PT a plutónium elvileg.
emlékszem, azt lehetett ilyenkor elkövetni. Hogyha találok hozzá megfelelő cuccot, akkor... Nehezlek, ha ide jövök. Találjunk, igen. Na, megvárjuk, amíg a... hogy írják vissza tört. Jó, hazmat szújt visszatöltött. Oké, baszki, de az kéne, hogy hívják, plutónium. Nem lehet ricsárni. Ja, ott van a jó.
oda szépen a barlangba, és akkor utána kiderül, hogy mi lesz. Szóval mi upgrade-en kirágon? A kettő a kettő. Szépen be kell menni. Úgy, itt szépen hűvös van. Nagyszerű. Milyen abirét kellett? Ergél, mit csinál? Csinál egy csárdonnál. Mikrodenszű fabrik. Bypass chip. Valószínűleg idegen. Wart cell. Stamina enhancement. The run for extended periods, none. Health protection, stamina. Ez lehet, hogy a multitool. Egyébként. Analyze the mining beam scanner. Caster, Beam Intensifier, Rapid Fire. Na, a Bolt Caster, ez elvileg a fegyver. Ezzel lehetne elvileg kiírni a Sentineleket. Real Signal Booster. Értem én, de... Azt hová kell? Hát jó, hogy egyébként itt van. Yeah.
Building Shard 1 nagyszerű. Lehet, itt jobban körbe kellett volna nézni elsőre. Na szóval valószínűleg én vagyok a folyatékos meg a hülye, de baromira nem értem, hogy mi az ószert kellene csinálni. Build a Signal Booster, oké. Okay. Aki játszott már vele, az megmondhatná, hogy mi a szart kell csinálni. Vissza a barlang volt, legalább hűvös volt. És közben a barlang jó. Látom, hogy 50% van a life. Nem kicsit idegesít, vagy nem tudom, hogy hogy kell megcsinálni. Na. Upgrade exoskeleton. Most ide kell jönnöm körülbelül 2 centire. Space, oké, okay, az megvan. Temperature levels stabilizing. Build a signal booster. Az exocraft miner. Valószínűleg én vagyok a teljesen hülye, de nem találok semmi olyat, amivel nem védelni lehetne. Van valami TH, meg cink. Jó messze, gondolom. Na szóval, ha tapipadot, ha megnyomom, akkor... technology. Carbon. Többet tudja futni. Oké, okay, de nincsen, hogy hívják. Életek mód nem látom magát a... Másik.
ez a technológia. Ja, a technológika. Gyakorlatilag mining ilyet alap valami. Scanner range. Ja, át lehetne nevezni, ha akarnám, de nem akarom. Boltcastert tudom belerakni. Beam intensifier-t. Ja. A boltcasternek sok értelme nincsen. Analysis is on. Okay. Scanner. Connect to brain. Király. Inventory management meg volt, upgrade the exosuit, build a signal booster. Oké, de honnan a refekből kapom meg hozzá idő? Be kell menni, vajon ahol csírják? Special inventory, teremben a potenciál. Igen. Navigátor. Survival basics. Oké, itt is azt írja, hogy build a signal booster. Aha. Oké. Crystal point save. Na szóval oda kell venni, valószínűleg ott lesz a helium.
még droppodot is kell majd keresni. Nagyszerű. Jó lesz az. Egyébként majd tudok futni. Az a scanner, igen. Az L2-t kell nyomni, értem. Ugyanisak itt el. Szép lassan meg lesz minden. Ja, ott az a nagy izé. Ó, rohagy meg. Kösz a karbont. Szóval erre is lehet ilyen. Ezekre a getékre. Hopp. Ja. Három élőlényből a bolygón kettőt már lesz. Nem sem. Ezt már felfedezik. Jól van. Jó van marad csendben. Egyébként igazából, ahogy néztem, plutóniummal rendben lehet tenni. Legalábbis azt írja. Na, ebből kell jó sok.
Tehát Power Cruiser. Kámium 9 kell neki, az kemény. Ne, csak tudtam valamit, hogy egy kraftolni, egy kohercelt meg. Nem is, tehát kraft. Nem, power gel, plutónium, karbon. Hazard Protection, lemerült. Zinc, titánium, Orshielding sár. Ja, de a titánium meg itt volt valahol. Oké, nem tudok vele mit csinálni. Az előbb itt volt a titánium. Ez van. Platinum. Az van jó. Hopp, ezzel lehet. Zinc, titánium, zinkkel. Egyébként szét nagyon a játék. Tudom, de most töltötte azt az, hogy légy szíves. Ne izélj itt nekem. Egyébként, ha vagy látom ott egy barna. Iron.
egy dropodot is kell keresni, csak előbb meg akarom tudom stabilizing. Igen. Onnan jöttem, igaz? Igen. Ennek kell egy dropod. Online. Kell vele keresztetni egy dropodot. Úgy. Ezen Wind Damage-t tudok róla. Miért nem engedted kiválasztani a doktorat? Eddig is meg volt, de nekem a Dust Drop-ot kell. Mert ugye az a... Interact Signal Booster Max erőben. Yeah.
Akkor ezzel ki tudom ezt nyitni. Mi ez az a fasz kellene? Nem. De lehet, hogy ebben van az a fasz. Iron kell adnom, szuper kondukció. Tehát akkor innen harácsolunk némi. Iron. Csak ötven kell repülni. Összvisz, és még volt is nálam, úgyhogy jók leszünk. Ki zaklat engem ilyenkor? Magántelefonszám, hát ez biztos, hogy nem lesz adva. Sikerült úgy kijönni, hogy nincs itt a hajó. Ja. Máshol jöttem ki, mint kellett volna. Ebben lesz itt az Atlas faszén. Ebben nem volt semmi. Log. Leave the planet. Jó, hát akkor. Hold R2-t tékot. Kell a túlba. Gondoltam, hogy nem lesz ez ilyen egyszerű. Érkeztek még a plutóniumnak a jelenet. Journey milestone. Király. Van plutónium. Bár az nem biztos. Nem az van a... Latinum.
Platinum, Platinum. Az mi arra be? Úgy néz, mint egy ugráló gomba tön, konkrétan. Az ott, mint a plutónium lenne. Na, akarjál bent a népközi? Majd a nézőkhez szólok, nyugodtan lehet bent követni. Ha már hárman vagyunk. Meg tetszik, ahogy így idétlenkedek, hogy nyugodtan követheti a csatornát. Soha az életben nem lesz meg az ötlet. Verobornam. Nem nyert. Ez ott van cink valahol. Ha jól látom. Ott van. Cinkkel is újra lehet tölteni, ugye. Aláírint egy 2 perc. Nem jössz alá. Kérdőn élek. Miért fogyatkoztam? Nem gond. Ott a plutónium. Azt hiszem, nem szükségem. Igen, csak... Van nálam cink, úgyhogy erre újra tudom tölteni.
Ezt folyamatosan nyomni kell, de csak simán kapcsolni.
látom, hogy úgyis semmiért is kapok pontot. Az a sprint vonóhoz. Hihi, hazajött a család. Beszállok a hajóba, és annyi.